Az iszlám közösség elnöke alapvető élelmiszerekkel próbálta támogatni a szabadkai téglagyárnál lévő migránsokat. Érkeznek az adományok, a járműveket megrohamozták a migránsok, dulakodás azonban nem történt. Az élelmiszert, vizet és édességet tartalmazó csomagot önkéntesek osztották szét. A szerbiai iszlám közösség elnöke elítéli a szerb-magyar határon felhúzott kerítést, szerinte inkább segíteni kellene ezeken az embereken. Očekujem da Mađarska kao članica Evropske unije neće dozvoliti sebi da padne na ispit zrelosti. Ako oni to dozvole da zatvore granicu, nemaju pravo na Božju milost u narednih 50 godina. Onaj ko zatvara vrata unesrećenim ljudima nema pravo na Božji blagoslov. Ja očekujem da će imati dovoljno mađarsko društvo razumijevanja, da će otvoriti vrata da ovi unesrećeni ljudi ne budu ovde pod kišom, šatorima, vrlo brzo će biti hladni dan i vjerojatno i zima, već da tamo nađu skrovište negde gde su bolji uslovi. Az iszlám közösség mellett, ahogy minden nap, most is száraz és főtételt, valamint takarókat, tisztálkodószereket osztottak a Kelet-Európa misszió tagjai. A kialakult helyzet miatt már nem csak Szabadkán, hanem Horgoson is osztanak élelmet.